A fogatoké volt a főszerep börcsön. Pünköstkor rendezték ugyanis a 10. börcsi lovasvigasságokat. Nem volt könnyű dolguk a szervezőknek, hiszen a sok eső miatt kérdésessé vált, hogy meg tudják-e tartani a Horváth József emlékversenyt. Kaptunk 60 mm esőt, ezek a talajok itt nem nagyon szeretik, ha ilyen sok vizet kapnak, de hál' Istennek föllélegezhettünk, mert mint a mellékelt tábla mutatja, úgy néz ki, hogy az időjárás velünk van. Nagyon-nagyon sok idős nénit megkértünk, hogy mondjon egy pár miatyánkot annak érdekében, hogy ez így legyen, úgy néz ki, hogy hatásos volt. De még mennyire, hiszen több mint 60 fogat vett részt az emlékversenyen. Börcsön egyébként komoly múltja, és főleg jelene van a fogathajtásnak. Ez nagyban köszönhető Takács Attilának, aki meghonosította a településen a lótartást és a lóversenyeztetést. Itt a faluban mondjuk azt a lovas élet az elég aktív. Lehet, hogy ezt nekünk is köszönhetően tulajdonképpen, mert folyamatosan lovazunk, próbáljuk szebbé tenni a pályánkat, próbáljuk egy kicsit még jobban idomítani a lovakat. A fogathajtók és a lovakkal foglalkozó emberek azt mondják, ez nem csupán hobbi, hanem egy életforma. 28 évig versenyeztem, tehát az a 4-5 napos távollétek már nem akarom, meg nem is, nincs is már annyira inspiráció bennem. Hát, hogy tehát ezt nagyon kell szeretni. Tehát ez az az, hogy ez, én azt gondolom, hogy ez egy szenvedély. Én már próbálom úgy csinálni, hogy magamat kontrollálni, hogy ezt a szenvedélyt egy picit alább hagyni. A börcsi verseny egyébként Horváth József nevét viseli. A korábbi kiváló fogathajtó emlékét máig őrzik a versenyzőtársak. Itt nagyon jó barátok vannak, nagyon jó a társaság, és ugye ez a verseny, hát a Horváth Józsi bácsiról szól, aki, hát mondhatom azt, hogy barátom volt, idézőben Józsi bátyám, tehát mi versenyeztünk együtt is a 70-80-as években, 90, igazán a Józsi bácsival. És itt nagyon jól érzem magamat. A fogathajtóknak és lovaiknak kombinált akadályhajtásban kellett bizonyítaniuk. Az emlékversenyen pónifogatok, valamint 1-es, 2-es és 4-es fogatok is indultak.